A tavaly végrehajtott tőkeemelés nyomán az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a jelenlegi szinten tudja folytatni Ukrajna támogatását, mondta a londoni pénzintézet elnöke a közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott bank e-héten tartja éves közgyűlését Jerevánban. Odé Renaud Basszó kijelentette, a tőke lehetővé tette, hogy a banka háború időtartama alatt az eddigihez hasonló értékű finanszírozást nyújtson Ukrajnának, és elősegíti azt is, hogy az EBRD még sokkal több támogatást nyújthasson, amikor ismét béke lesz. Az EBRD kormányzó tanácsat decemberben hagyta jóvá a pénzintézet igazgatósága által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkelmelést az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője. Az orosz invázió kezdete óta 3 milliárd eurós finanszírozási programot hirdetett meg Kijev számára a 2022-es-2023-as időszakra.